februári kedvencémet fogom megmutatni nektek. Nem lesz túl sok, de úgy egy néhány, ami összeért ebben a hónapban. Úgy terveztük Linával, hogy minden második hónap lesz valamelyik emberi, tehát ő csinálta a januárit, akkor én a februárit, az övé lesz a március, és így tovább. Úgyhogy én is, ahogy ő csinálta, pár kategóriában összeszedtem dolgokat, úgyhogy kezdjük is. Az első egy archidratáló krém, a Helia D Aquaboom nevű mélyhidratáló arcgél, amit én reggelente szoktam felkenni az arcomra, egy nagyon kicsi kell belőle, és szerintem tényleg nagyon jól hidratálja a bőrünket. A következő egy alapozó, a Miss Fortinak Perfect Skin alapozója, a 01-es Light árnyalatban, nem tudom, igen, látszik. Antibakteriális hatású alapozó problémás bőre, ami nekem pontosan megfelel, mivel hogy elég problémás bőröm van. A következő kedvenc egy púder, az Essence-nek a Pure Skin Compact Powder, ami szintén ilyen pattanástalanító compact powder. Ez a telom. És ez szerintem a legjobb, amit én valaha is használtam, mert minden korábbi olyan volt, hogy túl sötét, vagy túl világos, vagy ami nagyon nagy probléma volt, hogy nagyon sok porzott nagyon, szóval hamar elfogyott, és ráadásul minden a kis tükre is tiszta, púderes lett. Nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Az ilyen hajas cuccok közül a kedvencem ez a balzsam volt, ami a Garnier Fructis Goodbye Damage balzsama, ilyen narancsárga dobozban, vagy tubusban. Nagyon sérült hajra, azt írja. És ez nekem tényleg nagyon bevált, mert mindig ugye hajmosásnál így beizeltem vele a hajamat. A lényeg az, hogy tényleg nagyon puhadt tőle a hajam, és úgy vagyok bevált. A következő kedvenc egy körömlak. A Miss Sportinak egy körömlakja, ez a Nail Expert Manicure. Igazából ez van most is rajtam, csak már egy kicsit kopik. Ennek nincsen nagyon színe, hogyha kétszer felkenítek, akkor halványan látszik, egy kis fehéres, halványkékes, mint ez a szín. És ez igazából egy körömerősítő lak, meg jól erősíti a körmöt, és mint látjátok, kitart egy hétig, és nem látjátok. Szóval kitart egy hétig, nagyjából most kopik, úgyhogy majd újra fogom festeni. Átérve az egyéb dolgokra, ebben a hónapban a kedvencem volt ez a könyv, a Hamuváros, ami a Végzett Ereki sorozat második része. A blogban láthattátok, hogy karácsonyra megkaptam az elsőt, ami a Csontváros volt, és ez most nem az enyém, hanem kölcsön kaptam egy barátnőmtől. Megnéztem a filmet is, ugye a Csontvárosnak már van filmváltozata, és a könyv teljesen más, szóval azt hiszem, nagyjából a nevek, a helyek, sem mindenhol, és a történet néhány pontja passzol, de egyébként az egész nagyon furában megcsinálva, szóval aki még nem olvasta a könyvet és nem látta a filmet, annak sokkal inkább a könyvet ajánlom. És akkor kedvenc film! A kedvenc filmem, ezt most nem tudom itt bemutatni, de képzeljétek ide egy filmet, a Tűzbiztos házasság volt, vagy más fordításban Tűzálló talán. Egy hete a barátnémmel néztük meg, egy nagyon fontos üzenete van, ami nekem nagyon tetszett, és nem ez a tipikus amerikai film. Szóval nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg, nem tudom pontosan, azt hiszem fel van online is. Szóval nagyon ajánlom azt is. És ugye a végére szeretnék mutatni néhány számot is, ami kedvenc zeném volt ebben a hónapban. Az első Connor Maynard, vagy Maynard, az Are You Crazy című szám. A második kedvencem pedig egy feldolgozás volt a Pentatonix-tól, a Hey Mama és a Hydro Jack számoknak az ilyen keveréke. És ez lett volna az összes februári kedvencem. Ezeket tényleg nagyon tudom ajánlani, úgyhogy
remélem, hogy segítség nektek. És köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!